magyar földnek e munkában adandó szebb tájképei közül első helyre nem ok nélkül tettük hazánk legmagasabb hegyét, a középponti vagy az Alaptátrát. Ez Szepes és Liptó megyében mintegy fénypontját, koronáját képezi a magyar föld nagy részét elborító Kárpátoknak. Ezen roppant hegytömeg, úgy, mint képünkön előállítva van, rendkívül nagyszerű és meglepő látvány nyújt, mert itt a Tátra legnyíltabb, legszebb kilátási pontról egész óriási önállóságában mutatkozik. Ez a mi országunk legerősebb határköve, védfala, mely gigászi karjaival mintegy eltakarni, fenntartóztatni látszik az északi hatalomnak hazánk mesdjéire irányzott pillantásait, vágyait. Számos csúcsaival úgy állott Tátránk, mint meséinkben a kincset őriző sokfejű sárkány, mely fölhegyezett fülekkel figyelmez a jelen és jövő titkaira. Így írt Vahot Imre, Magyar Föld és Népei című munkája előszavában, és mi is csatlakozunk 150 éve papírra vetett soraihoz. Mert honnan máshonnan is indulhatna soha véget nem érő útjára a hazajáró, mint a magyar turistaság bölcsőjéből, a Magas Tátrából. A Tátra a Kárpát-koszorú viszonylag kis kiterjedésű, mégis talán legvadabb és leglátványosabb formakincsű gránitbérce. Éles bordái, szaggatott, csipkés gerincei a Kárpátok legmagasabb csúcsait hordozzák. Több mint egy évszázada szaladt Poprád felül az égi meszelő bércek felé vágyó turistákkal a villamos vasút. A sűrű fenyves erdők világába, amely közül csak itt-ott egy-egy kanyarban tűnik elő a Tátra ellenállhatatlan hegyóriása. A földrajz történelem szakos tanár Oszi és az ifjú környezetvédelmi menedzser Jani kísérnek el utunkon. Velük kelünk útra, hogy bejárjuk a Kárpát-medence szépségeit, és mindenek előtt közelebbről is megismerjük az északnyugati Kárpátok égességét. Meg is érkeztünk. Itt vagyunk több mint 1000 méterrel a tengerszint felett, a legrégibb, legendás hírű tátrai üdülő településen, Ó-Tátrafüreden. Jó reggel! Itt szegődik utitársunknak, a Tátra nagy szerelmese és tudora, a Poprádon élő Sejrik László, aki évtizedek óta járja és kutatja a hegység minden zegét zugát. Nem véletlen, hogy Tátrafüredről indulunk felfedező utunkra. 1873. augusztusának 10. napján ugyanis így gyűltek össze a Kárpátok akkori szerelmesei, hogy megalapítsák hazánk első és a világ 7. turista szervezetét, a Magyarországi Kárpát Egyesületet. Az MKE szó szerint úttörő munkájának köszönhető többek között a Tátra rengetegeit bebarangoló számos turistaút, a fürdőtelepeket összekötő Tátra körút, meg annyi turistaház, hasznos útikönyvek, és mindezek nyomán a hegység máig tartó rendkívüli népszerűsége is. A Nagyszalóki csúcs alatti erdőségben először a savanyú vizet fedezték fel a környék lakói. Beindult a mi kedvünkért a forrás. Már csak egy szép emléktábla hiányzik róla. Igen. Tátrafüred alapítójának is nevezhetnénk a környező erdők tulajdonosát, Csáki Istvánt, aki a 18. század végén a savanyú vízforrás körül felépítette az első épületeket. Füred felvirágoztatása már egy bizonyos Rajner János György nevéhez fűződik, akinek idejében megsokszorozódott a település látogatottsága.
Ekkor épültek az első nagyobb szállodák, elegáns éttermek és fürdők, amelyek közül több patinás villa még ma is áll. 1888-as. A központot a település máig legnevezetesebb épülete, a nagy szálló uralja, amely már több mint 100 éve szolgálja töretlenül az üdülésre vágyókat. Szegény, ez beszélőt. Hát... Annyit a holvány? Hát ide elszállat valamit. Ez a Villa Flora Ót Tátrafüred legrégebbi épülete. Eredetileg nem itt Ót Tátrafüreden állt, hanem... Tátrafüred ideális kiinduló pont a Magas Tátra középső részébe. Búcsúzzunk is el a kedves kis városkától, és induljunk fel a varázslatos vadonba. A hegység régi feltáróinak köszönhetően az erre járó barangolónak rendkívüli kiszolgálásban van része. Itt van mindjárt a Tarajkára vezető siklóvasút, amit 1909-ben adtak át a nagy közönségnek. A szerelvény közel 2 kilométeres pályán 255 méteres szintkülönbséget küzd le, és mintegy 7 perc alatt siklik fel a Tarajkához. De elég a számokból. Itt is vagyunk a Tarajkán, ami nem más, mint a nagy szalóki csúcsgerincének egy kiugró hegyfoka, vagyis Taraja. A sikló végállomásánál 100 évvel ezelőtt még csak egy szerény, uzsonnázó kioszk várta a kirándulókat. Ma már elegáns, sportszálló áll a helyén. A teraszon el is fogyasztjuk 10 órainkat, és reménykedve pillantunk a nagyszalóki és a lomnici sziklákat beburkoló felhők felé. Hát, ha felszakadoznak és bepillantást engednek fehér paplanok alá. Azonban engednénk a hegytömegek vonzásának, érdemes egy röpke pillantást vetnünk visszafelé. Az idevezető kocsiút utolsó kanyarjában áll ugyanis a Tátra nagy rajongója és gyakori turistája, Szilágyi Dezső igazságügyminiszter emlékére felállított kioszk, amelyet a Kárpát Egyesület avatott fel még 1904-ben. A pihenőhely falát szebb időkben a névadó tudós Dombor műve díszítette, ám ma már csak hűlt helyét találjuk a medalionnak. Megnézzük, kilátás milyen. De ne keseregjünk! Induljunk inkább Szilágyi Dezső nyomában, és ismerjük meg a Tátra egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb katlanát, a kis Tarpataki völgyet. A jármai úton haladva a kis Tarpatak egyre hangosabb zúgása vízeséseket jelez. Elsőként a hosszú vízesést érjük el, amely nevéhez méltón hosszan elnyúlva zúg alá a gigantikus sziklák között. Sokat kell tovább lépcsőznünk, hogy elérjük talán az egész Kárpátok legismertebb zuhatagát, a Nagy Tarpataki vízesést, amelyet egy nemrég felújított hídról csodálhatunk meg. Ugye amikor hóolvad esen, akkor teljes szélesen folyik a víz. Amúgy a magyar átlagember ezt csontvári festményéről ismeri. A Tarpatakeme káprázatos jelensége a napút festőjét, Csontvári Kosztka Tivadart is megihlette, aki 1905-ben festette meg híres tájképét, a Nagy Tarpataki vízesést. Mint önéletrajzából kiderül, csak hosszú, évekig tartó lelki felkészülés után érett meg a feladatra, hogy vászonra vigye remek művét. A nyarat a Magas Tátrában töltöttem. Hajnalban, nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyeltem, s a Tarajkán Szilágyi Dezső emlékénél állapodtam meg. Innen gyönyörködtem a Nagy Tarpataki vízesésben, a lomnici csúcs és társainak büszkeségében, a középormon lévő sziklák eleven világítása és mélységének kifejezhetetlen távlata hatott rám.
Nem rajzoltam, nem festettem, hanem csak figyeltem és bámultam a természet monumentális szépségét. A hangulat csendes, mély ütemét, a gyönyörnek a legszebb természet zenéjét. Ahogy haladunk felfelé a völgyben, egymást érik a különleges látnivalók. Az a Tátra legrégebbi menedékháza. Példának okáért a Rajner kunyhó, ami arról nevezetes, hogy ez volt az első menedékház a Magas Tátrában. 1863-ban építette Tátrafüred akkori bérlője, Rajner János György. A kőkunyhóban ma régi korok hegymászó eszközeivel és a tátrai túrázás kezdeteivel ismerkedhetünk meg. Az ég nem tisztul, sőt, tovább borul. Az eső is szitálni kezd, de nem szegi kedvünk, mert a távolból már egyre hangosabb robajja a zúg a Tarpatak óriás vízesése, amely 20 méter magasból zúdul alá a mélybe. A Kárpát Egyesületnek köszönhetjük a völgy innen induló alsó szakaszának kiépített útját, az úgynevezett lépcsőkét is. A zöldjelzés mentén újabb turistaházhoz érünk, amit 1943-ban a neves lőcsei hegymászó túravezető Zamkovszky István épített. A kommunizmus alatt államosított Zamkovszky menedékház megérdemli, hogy itt fogyasszuk el ebédünket. A népszerű turistaházban mindig nagy a forgalom, jó a hangulat és bőséges a választék. Mi a nyárvégi hidegben a Tátrára jellemző, jóféle tót savanyú káposztaleves mellett döntünk. Jól lakottan, de impozáns ormokra éhezve indulunk tovább, hogy felfedezzük a kis tarpataki völgy varázslatát. 1500 méteren vagyunk, és mintegy két órás túra vár ránk, hogy elérjük a 2015 méteren épült téri menedékházat, ahonnan éppen egy lefelé tartó teherhordóval találkozunk. A Kárpátok serpái a hátukon juttatják fel a gépi úton megközelíthetetlen menedékházba az élelmiszer utánpótlást és a létfontosságú dolgokat. Mint az ifjú teherhordó mondja, felfelé nagyjából 70 kg-ot cipel a hátán, de olyan társai is vannak, akik 100 kilót is meghaladó rakománnyal vágnak neki a hegynek. 1600 méter körül elérjük az erdőhatárt. A lucokat, a törpefenyvesek bozót világa váltja fel, egyre szélesebb kilátást nyújtva a körénk tornyosuló hegyek felé. Balról a középorom, jobbról pedig a Lomnici csúcs pipáló mellékgerincei kíséri utunkat. Már amennyit látunk belőlük a rájuk ülő felhőktől. Törmelékes sziklagörgetegeket zöldre és barnára festik az uzmók. A kevésbé kitett köves lejtőkön gyepfoltok zöldelnek, és itt-ott egy-egy hasadék menedékében ritka virágok is előbújnak. Milyen jól kivehető a Gletscher munkája, hogy ilyen óalakú völgyet vált ki magának. A jégkorszaki múlt hagyatékain, morénákon átkelve az egyre meredekebbé váló völgyzáródás tetején, a kötfelhőben feltűnik a Tátra legmagasabban fekvő háza, a magyar turisták számára már a oly kedves téri ödön menedékház. A felhőbe érve zordá válik az idő, a látótávolság minimálisra csökken. A higanyszál alig éri el a 2 fokot. Köd előttünk, köd utánunk. Térjünk be gyorsan a házba és reménykedjünk a tisztulásban. Közvetlenül a csúcsok lábánál 2015 méteres magasságban a Kárpát Egyesület megalapítója, a magyar turista mozgalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Téri Ödön javasolta a menedékház építését még 1889-ben. A lovak és teherhordó munkások segítségével megépült menedékház külső megjelenésében szinte semmit nem változott napjainkig.
semmi különöset nem változtattak rajta, ugyanúgy néz ki, mint akkoriban. A téri ház fölött monumentális a kilátás, a majdnem teljes, másfél kilométer átmérőjű kört rajzoló öttavikatlanra, amely felett a gerinc az egész Tátra egyik legpompásabb látványát nyújtja. Azaz nyújtaná, ha nem fedné be a tarajos csúcsokat a felhőrengeteg. Azért így is megkapó látványban van részünk, miközben a havas esőben teszünk egy sétát az öttó csoportnál. Hangulatfokozóul még a legkiválóbb sziklamászó patások. A zergék is előbújnak, hogy mit sem törődve a komisz időjárással és a turistákkal, békésen legelészenek a középorom meredek oldalában. Ótátrafüred mellett a legnépszerűbb tátrai üdülőhely, Tátra Lomnic. A Lomnic csúcs tövében fekvő települést a Magyar Királyi Földművelési Minisztérium alapította 1892-ben. A dicső múltat többek között a Lomnic szálló idézi. Ám a mára elhagyatottan pusztuló épület szomorú látvány nyújt. Nem úgy a település legkiemelkedőbb épülete, a boldog békeidőkben épült pompás palotaszálló, ami ma is fényesen ragyog a domboldalban. Hát nem a szokványos úton érkeztünk, meg a földcsúszamlás miatt. Építik az utat. A szálló fölött a Lomnic csúcsára vívő régi felvonó alsó állomása ma már elhagyatottan áll. Szerepét a 70-es években épült, majd többször felújított, modern drótkötélpálya vette át. A Lomnic csúcsáig átszállással lehet feljutni. Középső állomásra a népszerű kőpataki tóhoz érünk. Amíg megvárjuk a csúcsról érkező nagykabint, körülnézünk a tónak már csak jó indulattal nevezhető, a nyári idényben szinte teljesen kiszáradó vízgyűjtőnél, ahonnan megkapó a látvány a Lomnic csúcs, a csipkézett tarajú villagerinc, a Késmárki csúcs és a Hunfalvi csúcs alkotta katlanra. A Lomnic, a függő drótkötélpálya 1940-es megépülésével az egyik legnépszerűbb tátrai csúcs lett. Sokakat vonz az a tudat, hogy fárasztó túrázás nélkül is feljuthatnak a 2600 métert meghaladó oromra, de szép számmal akadnak olyanok is, akik gyalogszerrel vágnak neki a hegynek. Igaz, a Lomnic csúcsára nem vezet kijelölt turistaút. Személyes kabin 851 méter szint legyőzésével 1748 méter fesztávolsággal éri el a csúcsot. Ezzel a drótkötélpálya hosszú ideig világviszonylatban is az első helyen állt szintkülönbség tekintetében. Felérve a csúcsra és kilépve a csillagvizsgáló kutatóállomás épületéből, hatalmas szél, csípős, csak nem 8-10 fokkal hidegebb levegő fogad. Drága szepesség! A körpanoráma azonban mindenért kárpótol. Délfelé a szepesség dimbes dombos tájéka, a többi irányban pedig a Tátra grandiózus szikla alakzatai bűvölnek. A Lomnic 2632 méteres magasságával a Tátra harmadik legmagasabb csúcsaként büszkén emelkedik történelmi hazánk fölé. Ahogy letekintünk a széles felvidékre, megtestesülve láthatjuk, mit is vesztettünk Trianonban, s önkéntelenül eszünkbe jutnak Reményik Sándor versorai.
Most Lomnitz ormán rakjunk nagy tüzet. Versailles lobogjon az üzenet, hogy megroppant bár karunk ereje, nem nyugszunk bele. Nem nyugszunk bele. A lomnici liftezés után biciklit bérlünk, hogy a Magas Tátra nyugati völgyeit is felfedezzük. A Poprádi tóhoz vezető festői szépségű Menguszfalvi völgyben pattanunk gyerekbe. A vadregényes Krupa patakon többször is átkelünk, majd még a Poprádi tó előtt elérjük a szimbolikus temető bejáratát, ahonnan rövid sétával érhető el a híres emlékhely. A Magas Tátra áldozatainak és neves személyiségeinek emlékét őrző szimbolikus temetőt az 1930-as években kezdték el kialakítani. A holtaknak emlékül, az élőknek intelmül szolgáló kegyhely szikláin ma már több mint 300 elhunyt emlékét őrzi emléktábla. Köztük a legrégebbi, Vakter Jenőre emlékeztet, aki 1907-ben a Simon Torony ormán vesztette életét. A szimbolikus temető kápolnáját a hegyek áldozatainak emlékére szentelték fel 1934-ben. Így gyújtunk mécsest, hogy néma főhajtással emlékezzünk mindazokra, akik az elmúlt századokban örök időre a Tátra rabjai lettek. Talán őket siratja az időközben újra eleredő eső is, amelyben folytatva kerékpártúránkat hamarosan megérkezünk a Poprádi tóhoz. A fenyvesek koszorúzta tengerszem haragos zöld víztükre felett, ellentmondás nem tűrően magasodik az Oszterva csúcs. Napunk a tóparti Majlát menedékházban ér véget, amelynek elődjét természetesen nem más, mint a Kárpát Egyesület építette. A kedvezőbb időjárás reményében térünk itt Nyugovóra. Utolsó tátrai túranapunkon a Tátra legmagasabb oltárát, a Gerlach-falvi csúcsot kívánjuk célba venni. Ám a szeszélyes időjárás ezúttal keresztül húzza számításunkat. A Felkai tó partjáról a Sziléziai háztól indulnánk a Kárpátok legmagasabb szirtjére, de az idei első hó még a gyakorlott túravezetőket is visszafordítja a hegyről. A Gerlach-falvi csúcsra úgy látom, hogy nem jutunk fel. Mi lenne, hogyha menjünk fel akkor a lengyel nyerek felé ide? Jó. Megpillantva az elő-előbújó reménykeltő napsugarakat úgy döntünk, ha a Gerlach-falvit ezúttal nem is, azért a Magas Tátra virágos kertjét, a Felkai völgyet csak meglátogatjuk. És ha már végigjárjuk, akkor a végén a kis Viszoka csúcsot is meghódítjuk. A Felkai tó feletti teraszon rögtön havasi mormotákba botlunk, akik a sziklákon hűsölve fedezik fel az idei első hó nyomait. Az erdőhatár felett élő barátságos mókusféléből közel 1200 példány él a Tátrában. Felbaktatva a második teraszra, a tavasszal különleges virágoknak otthont adó virágos kert elnevezésű havasi réten pihenünk meg. Innen indul egyébként a Gerlach-falvi csúcsra vezető legnépszerűbb mászóút, a Felkai próba. Beton lett a csoki. A völgy harmadik teraszán 1945 méteren terül el a Felkai hosszútó. A tengerszem partján egy másik híres mászóút, az egész Tátra leghosszabb, mint egy 800 méteres szakadéka, a Karcsmar folyosó beszállását látjuk, amelyen keresztül a hegymászók elsősorban télen hódítják meg a Gerlach-falvi csúcsot. A kőomlás miatt életveszélyes szakadékon nyári időben talán csak a meredek, hegyes sziklákat kedvelő zergék mernek felkapaszkodni. Örülhetünk, hogy találkozunk velük, hisz számuk csökkenőben van a Tátrában. Elértük a hóhatárt, ahogy nézem. Innentől fokozottan figyelnünk kell, mert a bezárulókatlan egyre meredekebb útszakaszán jegesedések is előfordulnak. Itt zárunk a Felkai völgy. Vasláncok segítségével kapaszkodunk fel a főgerincre, a Tátra északi és déli oldalát összekötő legnépszerűbb átjáróhoz, a lengyel nyeregbe. Itt nem csak turisták tömegei, de rettentő hideg szelek is előszeretettel járnak át. A nyeregből rövid, de meredek kapaszkodó után jutunk fel a kis Viszoka csúcsra, amely időközben, talán a kedvünkért kitakarózott a felhőkből, káprázatos kilátást nyújtva a környék eget ostromló hegyormai felé.
tudják, a csúcson kell abba hagyni. Itt az ideje hát, hogy a hazajáró is 2429 méterrel a tengerszint felett incsen búcsút hazánk északi koronájának, a hőszeretett Magas Tátrának, nagy turista elődünk Sherman Szilárd gondolatával. S ha felérünk a tetőre, ha elsüllyed a mélyben a hétköznapok világa, ha a melegebben zengő napsugarak elűzik lelkünk árnyait, s tekintetünk büszke örömmel öleli magához a hegyek tengerét, s a párába vesző messze síkot egyaránt, úgy érezzük, hogy mégiscsak ez a legigazibb Tátra, a turisták Tátrája. Aki többet akar, menjen oda, s nyissa ki szívét, lelkét.